mindkét csapat számára fontos volt a mérkőzés, az Újpest a dobogóért, a Kisvárda pedig a kiesés elkerüléséért harcol. A találkozó első 20 perce különösebb esemény nélkül telt el, a 22. perc végén viszont büntetőhöz jutott a házigazda. Az elefántcsontparti válogatott Traoré nagyszerűen vette át a labdát a 16-oson belül, Berrios pedig csak szabálytalanul tudta szerelni. A 11-est a sértett értékesítette maga biztosan. Két perc múlva egyenlíthetett volna a Kisvárda, egy jobb oldali szögletet követően Horváth fejelt kapufát, a kipattanó labdát pedig Vári fejelte a lécre. Az 50. percben Felipe mentette meg az újabb góltól a vendégeket, amikor védte Rácz közeli lövését. A folytatásban a Kisvárda nem tudott komolyabb helyzetet kialakítani, így egy gólos vereséggel pont nélkül távozott a fővárosból Dajka László együttese. A hazai csapat, az Újpest okosan futballozott az első félidőben, lassította a játékot és egy-egy ritmus váltással bizony a széleken mögén kerültek egy párszor, és ebből lett a 11-es is, el tudták szerezni a vezetést. Mi viszont azt kell, hogy mondjam, hogy első félidőben nem azt futballoztuk, amit szerettünk volna. Átadtuk a területet, labdaszerzés után keveset mozogtunk, keveset volt nálunk a labda. Félidőben egy kicsit változtattunk, és biztos lehetett látni, bátrabban futballoztunk, lehetőségeink voltak, tehát valahogy így kellett volna kezdeni a mérkőzést. Én azt mondom, hogy az Újpest az első félidő alapján megérdemelten nyert a mérkőzést. A forduló további eredményei a következők: Puskás Akadémia MTK Budapest 3-2, Ferencváros Szombathely 2-0, Budapest Honvéd Paks 3-0, Molvidi FC Mezőkövesd 1-0 és Debrecen Diósgyőr 1-0. A tabella élén az 55 pontos Ferencváros áll, megelőzve a 47 pontos Molvidi FC-t. A 25 pontos Kisvárda a 11. helyen várja a folytatást. A hétvégén a válogatott Európa-bajnoki selejtezői miatt nem rendeznek fordulót az NB1-ben. A Kisvárda jövő szombaton a Ferencvárost fogadja.